Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit június 16-án, kedden. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Szikora Jánossal, a Vörösmarty Színház igazgatójával a teátrum újraindulásáról. Az igazgató elmondta, hogy az elmaradt előadásokat pótolják, a közönség pedig kompenzációt gyanánt, bérlethányad utalványokat vehet igénybe. Ezt követően egy beszámoló következik a Csíki versünnep idei döntőjéről, végül pedig ellátogatunk Tácra, a Gorziumba, ahol egy római korhű vízijármű építését kísérhetjük figyelemmel. Tartsanak velünk! Tisztelettel köszöntöm Szikora Jánost, a Vörösmarty Színház igazgatóját. Nos, az online évadzáron nagyon sok mindenről esett szó, de azt hiszem, hogy a pandémia mindent vitt ebben az esztendőben, mindez idáig legalábbis. Viszont ami félbetört, azt összeillesztjük, idézlek téged. Ez egy olyan gondolat, amelynek mentén azt hiszem elkezdhetjük ezt a beszélgetést is, hiszen számtalan elmaradt darab szerepel a Vörösmarty Színház repertoárján, új darabok nem különben, illetve hát természetesen a nézőinket is érdeklik, hogy mi lesz majd a bérletekkel, és milyen előadások várnak rájuk a kényszerszünet után. Kezdjük az ember tragédiájával, hiszen tanúi lehetünk az online próbának, ahol az alkotók, tehát a négy kortárs író, illetve a négy rendező is jelen volt, természetesen a színészekkel együtt. Valóban az ember tragédiája kettőt még nem mutattuk be, de már is nagy ismertségnek és nagy várakozásnak örvend. Akárkivel beszélek az elmúlt hetekben, hónapokban, és megemlítettem a jövő év műsortervei közül az ember tragédiája kettőt, mindenkinek felcsigázta az érdeklődését. Így volt ez Kocsis Andrással, a Kossuth Könyvkiadó igazgatójával is, aki az online próbákat követően bejelentkezett, és elmondta nekem, hogy ő nagyon szívesen, mint könyvkiadó, ezt kiadja a könyvalakban. Az elképzelést tett követte, és most boldogan jelenthetem ki, hogy szeptember 12-ére az Ember tragédiája 2 székesfehérvári bemutatójára a könyvalakban is megjelenik az Ember tragédiája 2, és néhány nappal később az ünnepi könyvhét, ami ugye általában júniusban szokott lenni, és most elharasztották szeptember 14-ére, annak is egy különös attrakciójaként ez a könyv bemutatásra kerül. Ez egy remek hír mindenképpen, mint ahhoz az is, hogy folytatódnak azok a bemutatók, illetve lesznek olyan bemutatók, amelyekre méltán kapja fel fejét a színházrajongó. Hát ilyen mindenképpen a Boeing Horváth Illés rendezésében. Boeing, avagy Leszállás Párizsban, kicsit már a címben is benne van, ez egy bohózat. Vidám, felhőtlen bohózat. Ez a típusú mű tulajdonképpen talán a Család ellen nincs orvosság, vagy a Pletykák, vagy a Miniszter félrelép, ezeket a híres országszerte nagy népszerűségnek örvendő bohózatok élvonalába tartozik a Boeing is. Egyébként nem véletlen, hogy Pesten is évek óta játsszák teltházzal. Nagyon fontos lesz, amit te rendezel, a Koccanás számunkra. Koccanás, Spíró György műve, ez is egy jó néhány évvel ezelőtt nem volt levehető a Katona József Színház műsoráról, és noha ides tovább az ősbemutató már talán 5 vagy 6 éve történt, de rettenetesen aktuális, egyszerűen azért, mert egy olyan hétköznapi szituációból indul ki, ami sajnos hétköznapjaink vele járója. Hirtelen piros lámpa, fékez előttem egy autó, fékcsikorgás, én beleszaladok, de belém szalad a mögöttem levő is, és pillanatokon belül ott van egy tömegkarambol. Nem nagy tragédia, nem történt nagy tragédia, csak egy koccanás. De a koccanás adott esetben képes egy város életét megbénítani hosszú órákra. És hát kiszállnak az emberek, nem tudnak tovább menni, és különös életképez a mai Magyarországról, az autótulajdonosok országáról, az autótulajdonosok kasztjairól. Ugye más kaszhoz tartozik a Mercis, más a Opeles, más a Fiatos, a Porsche, és ezek mind-mind külön. Az automárkák már szinte emberkategóriákat is jelentenek.
Spíró György végtelen szellemességgel alkotta meg ezt a szatírát, ami azon kívül, hogy egy hétköznapi szituációból indul ki, egy nagyon erős társadalmi szatíra is. Fontos darab a Fém, amit Hargita Iván rendez. Igen, Fém. Hát ugye gondoljuk bele, fiatal gyerekek, fiatal vagyok, tehetséges vagyok, tudok kicsit zenélni, jó hangom van, jó mozgásom van, hát csak felfigyelnek rám, hát biztos, hogy lehet, hogy én is sztár leszek, mert hát mi más akarnék lenni, mint sztár. Egy művészeti szakközépiskolában játszódik ez a történet, ahol mindenki sztár akar lenni, de hát nem lesz mindenkiből sztár. Biztos, hogy jó ez az attitűd, hogy könyökölve, egymást megfojtva akarunk sztárok lenni. Ez a különös visszás helyzet, illetve a kamaszoknak ez a paradox ellentmondásos gondolat és érzelemvilága nagyszerű zenével ötvözve nem véletlen világsikerű musicalt hozott létre. Mint ahogy óriási siker volt, azt hiszem, hogy minden magyar operett rajongó számára a Mágnás Miska. Ez a darab Horváth Csaba rendezésében már nagyon várt, azt hiszem, hogy kicsik és nagyok dúdolják ezeket a dallamokat. Igen, hát ugye a Mágnás Miskához sokat nem lehet hozzátenni, kezdve attól a zseniális filmtől, a Sárdi Jánostól kezdve azóta számtalan nagyszerű operett bemutatóig. Ugye nagyon jó a zene, végtelenül szellemes a történet, és az az igazság, hogy a Vörösmarty Színház színpadán azért minden évben van zenés darab, de sajnos ritkán van élő zenekar. Most végre ismét, hát az az igazság, hogy bizony utána számoltam, talán a My Fair Lady óta az Alba Regia szimfonikus zenekarral nem is dolgoztunk együtt. És ez most ismét megtörténik, hiszen élő zenekar húzza majd a talpalávalót, azért ezt idézőjelbe teszem, mert a Major Pistáék biztos megsértődnek, hogy azt mondják, hogy mi nem azért vagyunk szimfonikus zenekar, hogy talpalávalót húzzunk. Természetesen nem, de jó zenét azért ők is szívesen játszanak. A Mágnás Miska pedig nagyon jó zene. Egyértelmű, mint ahogy az is, hogy újra lehetőséget kap Kerkai Rita. A Pelikánban, ugye ő rendezte az Odaadó Hívetek Surik darabot, nagy sikerrel, bár nagyon keveset láthattuk, hiszen jött a koronavírus járvány, és most egy Csukás István darabon van a sor, a Diótörőcske. Ez egy érdekes történet, és köszönöm, hogy a Surikot említed, mert szegény Csukás István még élt, sőt, nagyon is várta a bemutató napját, és sokszor türelmetlenül telefonált rám, hogy a igazgatóra, akkor most nem lesz ez a darab, vagy mi lesz? Nyugalom, Pista bácsi, még nincs kioszva a szerepek, az az igazság, még nem is tudjuk, hogy ki rendezze, mert valóban az egy probléma volt, hogy ki az a rendező, aki ennek a fantasztikus szépséggel megalkotott, de mégis gyermeki lélekkel megáldott darabnak a szakavatott rendezője lehetne. És akkor elmentem a Surik bemutatójára, és miközben néztem az előadást, úgy valahogy megfogalmazódott bennem, de hát olyan csodálatos gyermeki lelke van a Ritának, és úgy is néz a világ dolgaira, és ez tükröződik a Surik című nagyszerű előadásban, hát miért nem kérem én fel a Kerkai Ritát erre a darabra? És rögtön, nem is haboztam, megmondom őszintén, hogy a premiért követő szokásos gratulációt követően rögtön le is támadtam a Ritát, és elmondtam ezt az ötletemet, hogy ez engem annyira magával ragadott, ez a darab is, ez a rendezés, szeretném, ha te rendeznéd a Csukás darabot. Rita elsápadt, nagyon boldog volt, de kicsit bizonytalan is, de most már nagyon-nagyon izgul, készül, rövidesen lesz belőle a tervelfogadás. És mi is készülhetünk a nagy színpadra, hiszen 5 olyan darab is lesz, amelyeket ugye nyilván pótolni is kell, amelyek abszolút sikert hoztak ebben az esztendőben. A Trianont tudjuk, nagyon sokat beszéltünk róla, az a szép fényes nap, egy kult darab mindenféle értelemben, hiszen folytattuk a Szabó Magda történeteket egyik oldalról, másrészt pedig valamilyen értelemben kapcsolódási pont a Trianonhoz is, hiszen az egyik az a Magyarország megszületése, a másik pedig a megszűnése. Viszont én a Játék a kastélyban kérdeznélek, hiszen ez egy teljesen más átirat volt, ami azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon tetszett, és hála Istennek ismét láthatjuk. Igen,
Az az igazság, hogy ugye számos olyan bérlet tulajdonosunk van, aki most elmegy és megnézi az új bérleteket, és azt mondja, hogy mondjuk játék a kastélyban. Na de hát a játék a kastélyban az a tavalyi bérletemben is benne volt, csak én nem láttam, akkor most mi van? Hát az van, hogy akkor láthatja ezt a darabot, de természetesen azért már nem kell fizetni. Ugyanez a helyzet például mondjuk a Trianon vagy a Mágnás Miska esetében. Nagyon sok bérlet tulajdonos erre megvette a jegyét, és nem látta az előadást. És most azt látja, hogy van egy új bérlet, abban újra benne van a darab. Igen, a darab benne van, és azt gondolom annak idején azért is vette meg a bérletet, mert szívesen megnézte volna ezt az előadást, de mivel azt egyszer már kifizette, ezért, vagy legalábbis a bérlete ezen hányadáért már természetesen nem kell fizetni. Valószínűleg ez egy, nem tudom, hogy ez így most talán egyszerűnek is tűnik, a valóságban ez egy kicsit komplikált, mert vannak előadásaink, amelyeket sok bérlet tulajdonos látott, mások már kevésbé, tehát ennél például az a helyzet, hogy ilyenkor vissza utalványt kapnak a nézők, és azt az utalványt arra az előadásra váltják be, amire kedvük támad. Még egy darabról kell, hogy beszéljünk, a Chicagóról. Ugye a Chicago szintén egy olyan darab, ami fantasztikus, de, és ezt bár a kritikusok néha azt mondják, hogy ők tévedhetetlenek, de én azt gondolom tévednek, de most nem tévedtek, hiszen a Színi Kritikusok díja az egy nagy elismerés mindenképpen. Nagyon büszkék is voltunk rá, hogy a Színi Kritikusok a legjobb ezen és előadás díjával düntették ki ezt a produkciót, hozzáteszem méltán. Most komolyan nem az elfogultság beszél belőlem, lelkesen tapsoltam volna nézőként, bármelyik színház ilyen előadás hozott volna létre a Chicagóból, és mivel látjuk, hogy ha kiírjuk a műsorunkra azt, hogy Chicago két nap múlva már nem lehet rá jegyet kapni, ezt a darabot addig fogjuk játszani, ameddig érdeklődés van rá. Bizonyos vagyok benne, hogy lesz. Kozák András stúdió. Ugye van a Csónak és a Casanova utolsó kalandja, a két új bemutató, de nagyon sok minden más visszatér. Igen. Talán kezdeném a Csónakkal. Így, ha azt mondom, hogy Csónak, az senkinek nem mond semmit, de ha azt mondom, hogy Presznyakovok és terrorizmus, az már talán többet, hiszen ennek a produkciónak és a produkción keresztül ennek a végtelenül tehetséges és a világban, hagyd tegyem hozzá, nagyon is közismert kortárs orosz drámaíró párosnak már van híre Székesfehérváron is, és azt gondolom, hogy vannak kedvelői, rajongói is. Tehát hozzátenném úgy, hogy a Csónak a terrorizmus íróinak tollából, és ennek még talán van egy érdekes története is, ezt a Csónakot egy moszkvai éjszakán csaptak, az a története, hogy egy moszkvai éjszakán csaptak a tenyerembe az írók, amikor felajánlottam nekik, hogy a terrorizmus előadásukat követően írjanak az én számomra is egy darabot. És felajánlottam nekik egy összeget, és ők belecsaptak a tenyerembe. Ez Moszkvában történt egy éjszaka, és én azt gondoltam, hogy ez egy, hát egy ilyen éjszakai buli, egy vicc, és úgyse lesz semmi. És én voltam a legjobban meglepve, hogy két hónap múlva megjött a darab. És elolvastam, és mondtam, hogy ez zseniális. De nem mertem megcsinálni. Én akkor Szolnokon voltam igazgató, és nem olyan volt a légkör. Úgy éreztem, hogy a szolnoki közönség ezt nem fogja szeretni, ezt az előadást. És elraktam a íróasztalon fiókjába, múltak az évek, és így került Bagó Bercihez, aki meg is rendezte ezt egyébként a Thália Színházban nagyon nagy sikerrel, és mióta idejöttünk Fehérvárra, mindig mondja nekem, hogy te azt a Csónakot azért azt még egyszer meg kéne csinálni, és hát ennek úgy látszik, most jött el az ideje. Mint ahogy annak is, hogy a pelikánfészekről beszéljünk, a nagy hármas, a Zsolt Erteliai Novák Eszter hármasból Novák Eszter darabját ugye láthattuk, viszont a népírtás a Zsolt Ertől, illetve a Mikvét Elihaitól az elmaradt, és az most természetesen színre kerül. Így van. A Pelikán új arculatánál az úttörő tulajdonképpen Novák Eszter volt a Hűtőkamra című produkciójával. Ezt követte a Mikvé,
ami igazán nagy közönség sikert aratott, és szerencsétlenségünkre aztán talán a 4 vagy 5 előadás után le kellett ülni műsorról, mert be kellett zárni a színházat. Tehát keresték is ezt az előadást. Tehát már a bemutatót követően olyan jó híre ment el a városba, hogy nagyon-nagyon sokan jelezték, hogy ezt szeretnék megnézni, független attól, hogy nincs bérletük a Pelikánba. Hát ez most megvalósulhat, mert ebből is annyit fogunk játszani, ahány ember kíváncsi rá. És a Zsótér népírtás című, hagyd tegyem hozzá, hogy bár a címe kissé riasztó, és az ember rögtön valami, vagy valami horrorra gondol, vagy valamilyen szörnyűségre, ez egy komédia. Ez tulajdonképpen egy szürreális komédia. Ez az évad utolsó bemutatója lesz a Pelikánban. És természetesen láthatjuk ismét a Szétbombázva Derzsitől, illetve az odaadó évetek Surik, erről már beszéltünk Erkai Ritával. Még egy fontos kérdés, mire számíthatnak a nézők, a bérletesek, illetve aki mielőbb szeretne színházba jönni? A menetrend tulajdonképpen nem változott. 15-ével végre kinyílik a színház kapuja, és noha ugyan a nézőtérre nem lehet bejönni, de a jegypénztárig el lehet jönni, és onnantól kezdve a régi bérlettulajdonosok elkezdhetik megújítani a bérleteiket, amire 30-áig van módjuk, azt követően kezdődik az új bérleteknek az árusítása. Tehát ez tulajdonképpen egy nagyjából ugyanazt a menetrendet követi. Azt gondolom, a műsor kínálatunk színességben, gazdagságban nem változott. A Szent István Művelődési Ház adott otthont rendhagyó módon a 8. Csíki versünnep döntőjének, amelynek az volt az érdekessége, hogy idén online formában hirdették meg, és nem csak Erdélyből, illetve Székelyföldről érkeztek nevezések, hanem a teljes kárpát-medencei fiatalság képviseltette magát. A Szent István Művelődési Ház adott otthont a 8. Csíki versünnep döntőjének, amelyet az idei esztendőben a szervező Fortis Hungarorum Egyesület elnöke, Varga Anna, a koronavírus járvány miatt online formában hirdetett meg. A versünnepet Varga Sándor a székesfehérvári versünnep mintájára hívta életre, majd halála után felesége Mihály Magdolna és lánya Varga Anna vitte tovább. Nekem nagyon hiányzott mondjuk az, hogy elutazhassunk Csíkpálfalvára, és ott találkozzunk az összes versmondóval, lényegében a csiki versmondókkal, tehát találkoztunk velük, igaz, teremtődött kapcsolat, így legalább online, de azért nekem az igazi ünnep és az igazi találkozás az így elmaradt és hiányzott. Az is igaz, hogy tanultunk sokat, hogy technológiailag hogyan lehet egy versmondó versenyt és egy vers ünnepet online megvalósítani. Az elején azért voltak technikai nehézségeink, és végül is kiforrotta magát az egész koncepció. Azt mondhatom, hogy a sok korlát ellenére azért felfedeztünk pozitívumokat is ebben az új formában, mivel tényleg több ezres megtekintéseket generált egy-egy videó, tehát az biztos, hogy talán a megszokottnál több emberhez jutottak el így a versmondások, viszont talán a személyesség az kicsit csorbult. De nagyon boldog vagyok, hogy ennyien jelentkeztek, és hogy idén is ilyen aktív és nagyon jó zsűrink volt, és ilyen sok felkészítő tanár volt, aki azért motiválta a gyerekeket arra, hogy igenis küldjenek be videókat. A megmérettetés különlegessége az volt, hogy ebben az évben nem csak az erdélyi székelyföldi, hanem a teljes Kárpát-medencéből jelentkezhettek az általános és középiskolás fiatalok. A zsűrizésben a székelyföldi pedagógusok és Csíkpálfalva plébánosa mellett ez évben is szerepet vállalt Bakony István irodalomtörténész, Heitzinger Mika a Misztrál együttes tagja, Sudár Anna Mária a Széchenyi könyvtár munkatársa, Vaklár Lajos a Fehérvár Média Centrum újságírója és Vida Krisztina. Utóbbi már az első időktől támogatója a találkozóknak, és idén az 5. és 6. osztályosok versenyét értékelte, amelynek győztesei Smutzer Noémi Hanna és Demeter Éva lettek, Reményi Sándor, illetve Csóri Sándor versével. Heitzinger Mika a 7.-8. csapat megmérettetését felügyelte, ahol is Jámbor Joel és Máté Gyopár Bíborka egy-egy Ady Endre és Závada Péter verssel diadalmaskodott.
Bakonyi István a zsűri elnöke egyben a líceumos korosztály versmondását is értékelte, ahol a már megszokott egészen kiemelkedő teljesítmények közül kellett kiválasztani a legjobbat, aki ez évben nem más, mint Sándor Rita, a Csíkszeredai Segítő Mária iskola növendéke lett, Áprili Lajos a Csavargó a halára gondol című költeményével. Áprili Lajos, a Csavargó a halára gondol. Uram, a tél bevert a templomodba. Álltam vaspántos portádon belül, s ámulva néztem botrafont kezemre sugárban omló fényességedet. Térdelt a nép, én álltam egyedül, és úgy hallgattam, amint beszélt papod. Ez világot szívedben megutáljad, és úgy menj ki belőlem mesztelen. Uram, te ezt így nem akarhatod. Én tudom, hogy földet nagy területéből egyetlen barlangod jutott nekem, és megreng az is a viharod zenéje végigrobalik fent a magas tölgyeken. De ha tavasz, hogy jön, enyém az erdő, és jó hozzám az erdő, ennem ad. Rigó szavaddal kárt a kora reggel, s odvanva surran este sőfolyam. Gazdám a nyár, az összelhult levéllel minden gondot eltemet, s mezitláb járom harmatos meződet, s verőfényet fürözti mellemet. A gondolatok hasonlók, mint amit ott átélünk Székelyföldön, hiszen a lényeg az azt hiszem itt is megvolt, hiszen a költészet állt a középpontban, és csodálatos versmondások hangoztak el, illetve kerültek fel a világhálóra. Az is igaz, hogy ugyanakkor a technika új lehetőségeket is biztosította a versmondók számára, és éltek is ezzel a lehetőséggel. Én azt hiszem, hogy ebben egyetérthetünk, hogy azokat a teljesítményeket díjaztuk elsősorban, ahol, amelyekben tényleg a maga a versmondás állt a középpontban. Varga Lotti, aki Vörösmarty Mihály a Pókfés a szúnyog című versét mondta el meggyőzően, amivel kivívta a szakmai zsűri elismerését is, a képzeletbeli dobogó második fokára állhatott. Az elismerés megilleti az édesanyját is, hiszen ő is nagyon sokat tett azért, hogy Lotti megszeresse a verseket. Maga a verseny kiváló produkciókat magas színvonalat hozott, emellett idén a versünnep Facebook oldalán egy külön közönségszavazás keretében keresték azt a három szavalatot, amely a legtöbb ember szívét közelebb tudta csalogatni a költészethez és a csíki versünnephez. Ebben a kategóriában a Székesfehérvári Tóparti Gimnázium művészeti szakos fiatalja, Furtenbacher Dorina versére érkezett a legtöbb szavazat, aki Heltai Jenő a Modell című művére álmodott meg egy klippet, míg a székelyföldi szavazók Ferenc Rékára voksoltak. Az ünnepen a két székesfehérvári irodalmi társaság is jutalmazta a legjobbakat. A Csóri Sándor társaság elismerését Fehér Pörzse, míg a Vörösmarty társaság díját Pázsint Tíme érdemelte ki. A rendkívül színvonalas találkozó az online forma ellenére is megadta mindazt, amire a nagymúltú találkozó hivatott, megőrizte elkötelezettségét, a több mint 80 fiatal felkészítő tanárai és mindazok, akik segítették a versünnep továbbélését, kivételesen sokat tettek az anyanyelv megőrzéséért 2020-ban is. Egy eredeti méretű római korabeli hajó készül a Gorzium régészeti parkban. Az építkezés során egy 9 méter hosszú folyami őrnaszád épül meg, amihez hasonló közlekedtek egykor a Sárvízen. Itt látható az alaz, ami alapján megépül a hajó. Ennek a modelljét azért készítettük el, hiszen a szerkezeti kapcsolódási pontokból nagyon sokat tanulunk már a modellépítés kapcsán is. Itt Major Tamás ötletgazda mutatja a tervrajzokat és a hajó modellt, ugyanis egy méretű, római kori hajó replika építését kezdték meg Gorziumban. A projekt a Szent István Király Múzeum Gorzium régészeti parkja és a Szabadtér Egyesület együttműködésében valósul meg. Ez egy hadihajó, tehát egy folyami őrnaszád, tulajdonképpen így lehetne lefordítani. Ennek az eredetije, illetve a hozzá legközelebb álló eredetik, azok Mainz mellett a mai Németország területén kerültek elő, a Rajnának egy azóta lefűződött oldalágában. Ennek a mérete az 9 méter körül van. Ez igazából egy valós méret, de többféle méretbe készülnek a folyóhoz igazodva, illetve a felhasználási módhoz igazodva. A
mintegy 9 méter hosszú és 175 cm széles folyami őrnaszád 15 fő szállítására lesz alkalmas. A teljes méretű római kori hajóreplika fog készülni, ami olyannyira korhű, illetve hát a római kornak megfelelő lesz, hogy gyakorlatilag ugyanazzal a technológiával is készül, és egyébként majd vízre is lehet tenni. A tervek szerint január 15-ére készül majd el az önkéntesekből álló lelkes csapat a hajóval. Az ötletgazda azt is elárulta, hogy 2016-ban született meg a gondolat egy vízi túra során. Korziumban kötöttek ki, és akkor jött az ötlet, római hajót kell építeni. Nagyon sokan csodálkoznak azon eleve, hogy Magyarország és római hajózás, pláne, hogyha nem a Dunáról, a Limeszonalról van szó. Tehát amikor szembesültem azzal, hogy bizony itt a Korziumban egy kikötő is volt, és egy száraz dokk, akkor ezt már nem lehetett megállítani, itt hajót kell építeni. Ez a hajóépítés a 4. századi római hajós világot idézi meg. Itt a folyami hajózásról van szó, és hát egy lelet együttes, amit Mainzban találtak, németországi Rajna elhagyott kis folyómedrével, az adta az alapötletet, hogy itt valamiféle hiteles szerkezetet, illetve anyaghűséget próbáljunk megvalósítani. Tíz centiméter hosszú lesz a hajó, 175 cm szélességben. Itt 7 pár evezősről, egy kormányosról és egy őr, aki az elején figyelt a tájat és a folyómedel sajátosságait, tehát összesen így 16 személy tud ebbe utazni. Maga az anyag az ugyanaz lesz, mint amit rómaiak akkor felhasználtak, és ez tölgyfa, szóval kemény fába vágtuk a fejszínket. Fordulópont lesz az orr és a fardísz kialakítása, amivel már teljesen látható lesz a hajó szerkezete is, tette hozzá a szakember. Hát a hajóépítésnek igazából az apropóját a II.-III. századi kikötő adja. Itt épül a hajó, és itt van maga a kikötő. Ez egy mesterséges öböl volt, amit a rómaiak létesítettek. A sárvíz, ami jelenleg hát nagyjából egy patakszélességű valami, az ismerős lehet mindenkinek, viszont ez az ókorban egy dunaszélességű folyam volt, ami rendesen folyami hajók közlekedtek, ezért van itt a római kikötő is, de egyébként tőlünk nem messze Szabadbattyánban is van egy római kikötő, úgyhogy igazából itt teljesen aktív vízi élet zajlott a ókorban. Időről időre a látogatók is bemehetnek majd a sátorba megnézni a munka folyamatát, előre meghirdetett időpontokban, melyekről a Szent István Király Múzeum, valamint Korzium honlapján, illetve közösségi oldalain lehet majd tájékozódni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!